Szevasztok, Simon vagyok, és ez a ma megjelent 1.4.6-os patch bemutatója lesz. Nagyon kevés újítás került be egyébként a snapshotok óta, egy-kettő kis apróság, viszont van egy kis elmaradásom a tűzi játékokkal kapcsolatban, amit szeretnék bemutatni, és egyébként látjátok egy rögtönzött kis kilövőt össze is raktam ide neki, amit egyébként kikapcsolok, mert azt hiszem, hogy kicsit kevés lesz tőle az FPS-em. Szóval egy kis elmaradásom van, amit egyébként nagyon sokan jeleztetek kommentekben, és én is tudtam. Szóval most csináltam igazából egy külön videót ennek, amiben bemutatom, hogy mi mindent is lehet még a tűzi játékokkal csinálni. Eddig ugye azt tudtam meg, hogy illetve videóban azt mutattam be, hogy lehet ilyen különböző eltűnés effektet rakni rá, illetve lehet nagyobbá tenni, de ezen kívül van egy csomó másik effekt is, amit hozzá tudunk rendelni ugye a tűzijátékainkhoz, ezért van nálam ez a sokféle cucc. Egyébként a... ez másik szín, oké. Okay. Akkor ezek a cuccok, illetve még a Fire Charge, ami nincs itt nálam, ezekkel tudjuk igazából befolyásolni a tulajdonságait a tűzijátékunknak. Szóval ha a papírt meg a színeket elveszük, akkor ezzel a hatféle dologgal. Először is szerintem elmondom, hogy mi mit csinál, és utána kis próbáljuk, leteszteljük, hogy craftolok nektek egy pár kis rakétát. Az első a Fire Charge, amit már igazából ismerhettek, mert ezt elmondtam, ez amitől nagyobb lesz maga a robbanás. Itt van a Glowstone, amitől ez a kis eltűnés effektje lesz, ezt is láthattátok már. Itt van a gyémánt, amitől minden ilyen kis, minden ilyen tűzijáték részecske csíkot fog húzni. Igazából nem néz ki olyan rosszul. Itt van a Feather, amelyik a magát, az alakját, a tűzijátéknak a robbanás alakját befolyásolja. Ilyen tölcsérszerű lesz egyébként, ami fölfele irányul. Itt van ez az arany... mi ez? Aranyrög? Szóval Gold Nugget. Ez csillag alakú robbanást csinál, illetve a Creeper fel, ami pedig Creeper alakú robbanást csinál, illetve ugye Creeper fej alakú robbanást. Igazából sokat nem is mondanék a craftról, mert tudjuk, hogy ilyen firework sztárokat kell csinálni. Viszont hogyha berakom a fire charge-ot, látjátok, hogy ugye ez nagy. Ha berakom mellé a glowstone-t, akkor ott van a twinkle effect. Ha berakom a gyémántot, akkor ott van a trail, ami ugye ez a kis húzás. Ezen kívül igazából nem nagyon tudok berakni semmi mást, mert ez módosítana az alakját, és az a fire charger összeütközik, ugyanis ezt a nagyobbat is úgy veszi, mint hogyha módosítanám az alakját. Szóval tudok betenni mondjuk mellé tollat, akkor ezt a burstot írja ki, gold nuggetet, akkor star-shaped, illetve a creepert, akkor creeper-shaped. Egy pár ilyet lecraftolok, illetve egy pár ilyet is, meg egy pár ilyet is. És most megmutatok még egy különleges effektet, amit igazából hozzá tudunk rendelni, ez pedig a színezés. Ugyanis, hogyha kettő vagy akár többféle, itt láthatatok egyébként az előbb, amikor mutogattam a tűzijátékot, többféle színt is igazából lehet belerakni ebbe a crafting részbe, és mint látjátok, kettő színe lesz ennek a sztárnak. Ez azt jelenti egyébként, hogy kettőféle színű lesz maga a tűzijátékunk. Ha több színanyagot rakunk bele, akkor nyilván több lesz. Ezen kívül megpróbálok egy olyat, hogy rakok bele ide Fire Charge-ot, és mindegyiket meg fogom mutatni. És még egy valami van egyébként, amit lehet csinálni a színekkel, az nem más, hogy berakok egy ilyet, ez ugye piros, berakok mellé egy kéket, akkor most ugye kiírja, hogy ez piros, viszont ő át fog alakulni. Nem tudom, hogy mi a rendes, illetve megfelelő szó rá. A lényeg, hogy át fog alakulni kékké, ilyen áttűnésszerű effekttel kék lesz nyilván a kis részek, amiket kilövel magából a tűzijáték. Szerintem meg is craftolom magát a rakétát, és akkor meg is tudjuk nézni, hogy hogyan is működik. Nem tudom, hogy... igen. Ez az a rakéta, ami semmire nem való, de meg lehet craftolni, csak hogy idegesítsen, hogy, és ne tudjam megcraftolni őket shift-tel. Szóval szépen berakom akkor őket, és kikattintgatom, illetve ezt is, meg ezt is, és gyorsan ezeket kilövögetem, hogy megmutassam, hogy igazából melyik hogyan is működik. Azt hiszem, hogy szerintem ennyi elég lesz belőle. Az első, ez ugye a... ez legyen az első. Ez világos kék, ilyen eltűnés effektje van, illetve csíkot húz maga után. Igen. Szóval ez így néz ki. Egyébként szép nagy lett. Ez nagy. Ja igen, ez nagy. A magasságát egyébként úgy tudjuk növelni, hogy több gunpowdert rakunk a... azt hiszem, hogy e köré... nem. A craftolásnál több gunpowdert rakunk.
fogok egy színanyagot, ez így fog kinézni, és na, csinálok valamit. És most, hogyha megcraftolnám szépen ezt a rakétát, akkor tudok még mellé rakni még több puskaport, és látjátok, hogy a fly duration-t az 2-re átírta nekem, ezt egyébként 3-ig lehet növelni, utána már nem lehet craftolni. Szóval 3-ig szépen meg tudom növelni, és akkor nyilván sokkal magasabbra fog repülni, ezt nem így terveztem. Ez egy 3-as, ez egy 2-es, és akkor mindjárt meglátjuk, hogy igazából mi is a különbség közte. Nem tudom, hogy ez milyen effekt, ez csak egy sima kis kék, na ez a... Ez a 3-as, szóval mint látjátok, ez olyan magasra fölmegy. Ez a 2-es és az 1-es. Ó, oké, ez igazából semmi nem látott. Ez a 2-es és ez lesz a 3-as. Szóval, ó, igen, és nagyon szépen elkanyarodik. No, ezt igazából már láttuk, ezt a különböző effekttel ellátott kéket, illetve itt van nekünk a következő, amelyik, ez ugyanaz. Nem. Ennek az a tölcsér alakú robbanása van, amit ugye a toltól kaptunk, illetve ez piros is egyben, mint látjátok. Itt van a következő, amelyik piros, és van... Igen, ez csak a szimpla tölcsér alak. Aztán itt van a ez nem a creeper, ez a csillag. És itt van a creeper, amelyik át fog alakulni, illetve át tud ilyen áttűnés effekttel, átmegy kékbe, mint látjátok. Ez egyébként annyira nem látszik nyilván, mint a piros, mert hogy a piros az alapszíne, de igen, szóval, na, most folyamatosan máshogy akar lőni, hogy ne láthassam. No, szóval látjátok, hogy igazából kék csíkot húz maga után, és ez akarna lenni az áttűnés effekt. Egyébként ezzel nagyjából mindent elmondtam a tűzijátékokról, egy kicsit lehet, hogy visszakapcsolom ezt a kilövőt, csak hogy lássátok, hogy igazából hogyan is néznek ki a különböző nagyon érdekes tűzijátékok. Egy picit kevesebb FPS-em lett hirtelen. Szóval ilyen nagyon szép színeseket lehet csinálni, mint amiket én műveltem ide. És menjünk is tovább, még egy pár újítás hátra van, szám szerint 2, ami nagyon kevés egyébként, mármint hogy nagyon kisik az újítások. Az egyik pedig, hogy a chest, ami egyébként még ez az újítás nincs benne most ebben a verzióban, ez karácsonykor fog kijönni bele, ugye remélhetőleg 24-én. Szóval itt van ez a kis chest, később, ugye 24-én, mint említettem, vagy egy újfajta chestet fogunk kapni, vagy a chestnek a textúráját ideiglenesen átalakítják ilyen karácsonyi ajándékszerű textúrává, ugye ez nyilván megint csak az ünnepek hangulatát tudja kölcsönözni a játéknak. Remélhetőleg ez nem túl hangos. Ezen kívül van egy kis új beállításunk, amivel az érintő képernyő módot illetve be tudjuk kapcsolni. Ne jegyen meg senki, ettől a monitor nem lesz érintő képernyő, és ugye nem kell agyon tapogatni itt a szülők szeme láttára, szóval igazából aki esetleg azt hiszem, hogy tábla PC-n vagy valami hasonlón biztos lehet vele játszani, és akkor ki lehet ezt az opciót kapcsolni, illetve hogyha érintő képernyős, akkor be. Igazából ennyi, ami bekerült, és azt hiszem, hogy elfogytak a tűzijátékok, szóval ennyi, ami bekerült az 1.4.6-os újításban. Nyilván, amiket eddig bemutattam, azok is benne vannak, a különböző új enchantok, a torn és az ilyenek, illetve az enchantolt könyvek, amivel nyilván ugye elmondtam, hogy mire használatosak, és tudjuk ugyanúgy az enchanting table-be berakni a könyvünket. Ugyanúgy 3D-sen dobja el a cuccokat, amiket kipaigálunk. Szóval igazából ezek mind benne vannak, de nyilván ezeket bemutattam az előző snapshotban, úgyhogy ezt a videót gyakorlatilag csak az elmaradásom a tűzijátékokkal kapcsolatban miatt készítettem, szóval így már ti is tudjátok igazából, hogy hogyan készülnek ezek a nagyon fantasztikus tűzijátékok, és remélhetőleg nektek is tetszik a videó. Jó, igen, ez ugyanaz, mint ami benne volt dispenserben. Szóval, hamarosan egyébként folytatódik a sorozat, és jönnek az 1.5-ös snapshotok. Nyilván, amikor elkezdenek kijönni, a Mojang főoldalán mindenki szépen nézheti, mert napi rendszerességgel frissülnek, és csütörtökönként fognak kijönni. Remélhetőleg jövő héten már kapjuk is az elsőt, de ha nem, akkor januárban biztosan. Szóval köszönöm a figyelmet, és hát hamarosan folytatódik a sorozat, addig is sziasztok!